Tandi Flórának nagyon szépen köszönjük a gyönyörű produkciót, várjuk őt ide hozzánk, hiszen van bőven miről beszélgetni, ugye említettem a harmadik lemezt. Szia Flóra! Szia! Merobbantál közé. Szervusztok, sziasztok! És ezen a lemezen lesz egy olyan dal, ugye, amin Wolf Katival együtt dolgoztál, énekeltétek. Igen, ez meg is jelent, a Játszókert címet kapta ez a dal, és a családról szól. A Játszókert, az minden, ez a szó összetétel egy picit szokatlan. Vagy csak nekem? De játszóter, játszóház, játszókert. Igen, nyilván megvan ennek az oka. Régebben egyébként a játszótereket játszókertnek hívták, tehát hogy ez a köznyelvben egy... Ez egy archaikusabb kifejezés. Igen. És úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon szép szimbólum kifejezni azt, hogyha egy családban, vagy a családi létet, ahogy a generációk egymáshoz viszonyulnak, hogy az a gyermeki játékosság az megmarad akkor is, mikor már anyuka vagy, nagymama vagy, és ezt szeretnéd átadni, és megőrizni, és a mintákat ugye meg visszük tovább. Ez egy érzelmes album lesz? Nagyon. A Covid is közrejátszott abban, hogy ez most nem tavaly jelent meg, hanem idén, de egyébként is szerettem volna erre több időt fordítani. Én néhány éve voltam kint New Yorkban az ENSZ nőjogi konferenciáján, és ott fogalmazódott meg bennem ennek a lemeznek az alapgondolata. 50-50 a címe, és az egyenlőség és az egyenjogúsága köré épül az egész. Az egész album? Az egész akkor album. Gondolom van egy ilyen tematikája, tehát egy ívet is leír, hogy mi az eleje, mi a vége, és hogy mire van kihegyezve. Ugye 12 dal, azt lefeleztem, 6 szóló, 6 duett, és a duetteket is megfeleztük, 3 férfi előadó és 3 női előadó működik közre. Hát akkor az egyenjogúság itt is mutat, nem 3 fél, jó, akkor megnyugodtam, hogy akkor nem. Hogyan választottad a partnereket a duetre? Pontos volt, hogy ismerjem őket. Például a Katinál nem volt kérdés, tudtam, hogy 10 éve ismerjük már egymást, hogy nagyon hasonló családi közegben nőtt fel, és hogy így igazából ugyanarról tudunk énekelni együtt. Miklós Erikával a karácsonyról fogok énekelni, mi nagyon közel állunk egymáshoz, és sok karácsonyt is töltünk együtt. Hát a mentorátja vagy 2009 igen. óta. Eltett néhány év. Sok útra valót kaptál tőle, amik itt felbukkannak, megjelennek ezen az albumon? Abszolút, és szerintem minden elinduló művésznek nagyon jó, hogyha van egy mentora, aki nem csak a szakmai tudását adja át, hanem az élettapasztalatát. Neked ő az első számú ilyen szempontból? Szakmailag? Vagy vannak még emberek, akik azért... vagy még most is kikéred esetleg a véleményüket? Szerintem fontos, hogy kikérjük, mert máshogy látnak bennünket, mint ahogy mi magunkat megítéljük. Én nagyon sokat éneklek külföldön, ami most már nagyon hiányzik. Úgyhogy jártamban keltemben, akiknek adok a véleményére, azt nagyon is megfontolom és meg is tartom. És mik azok az értékek vagy útravalók, amiket konkrétan kifejezetten Erikától kaptál például, és mindenképpen megemlítenéd? Volt egy mondat, hogy ugye nem látunk a jövőben, hogy kinek a pályája hogy alakul, de hogy ezt sose felejtsem el, hogy ugyanazok az emberek állnak az oda vezető úton, mint a visszafelé vezetőn. Ha a közönséget emlegetted, és azt, hogy sokat énekeltél, és bizonyára fogsz is még külföldön, akkor hasonlóan fogadják kint is a zenédet, mint itthon, vagy vannak ilyen kis finom hangolásbeli különbségek, amit érdekes megélni? Vannak, külföldön valahogy nyitottabban fordulnak az emberek a számukra ismeretlen művészek felé, tehát hogy bátrabban vesznek egyet egy olyan koncertre, amin még nem voltak, vagy nem ismerik az előadót. Nagyon jó emlékeim vannak, énekeltem Indiában, Amerikában, Európa szerte nagyon sok országban. Míg Magyarországon fontosabb megugranod azt, hogy ismerjék a nevedet, könnyebben bejönnek az emberek a koncertre. Visszatérve egy picit Wolf Katira és a Játszókert című dalra, most dolgoztatok először, hogyha jól tudom, ugye? Milyen stúdióban volt? Igen, volt már közös koncertünk, de ilyen intim közegben igen. És milyen volt a közös munka? Nagyon felszabadult, nagyon egy rugóra jár az agyunk, nagyon humoros, ő is nagyon fontosnak tartja a humort a mindennapokban, úgyhogy és ez az idő alatt, a munka folyamat alatt mi nagyon jó barátok is lettünk. És most, hogy itt szabad a gazda, akkor merre tudsz menni, és hol koncertezel, vagy mind dolgozol most, hogy a harmadik lemez mindjárt itt van? Az első nagyon fontos állomás az Párizs lesz, mert a lemezen van egy a nemzetek közötti egyenlőségről a dalt, ezt egy Amuri Vassini operaénekes fiúval énekelem, aki annak idején pont, mikor mi Katit küldtük az Eurovízióra, akkor ő képviselte Franciaországot, és vele szeretnénk kint egy nagy koncertet csinálni. És ezt mondhatjuk, hogy most már félig balatoni lakos vagy? Igen. Ez mit jelent pontosan? Hova kötődsz? Hova tartozol? Északi part. Északi part. Északi part, és hát nem tudom, szerintem a Balatonnak van egy olyan vonzása, hogy meg kell ehhez érni szerintem, de aki ezt elkapta, elcsípte a fonalat, az le akar kicsit telepedni, úgyhogy igen, lett egy kis, én úgy hívom, hogy a birtok, egy ilyen kis nyaraló, ami ha van nagyon jó elvonulni,
és nagyon szeretek itt lenni. Csak neked sem gyerekkori kötődés ez, vagy nagyon erős gyerekkori emlékek, nem. Hanem inkább, mert én is így vagyok, hogy mindig megkérdezik, értelemszerűen itt vagyunk a Balatonpartján, és nem tudok annyi mindenről beszámolni, és én is felnőtt fejjel, de sokkal érdekesebb így megtapasztalni. Számomra is, mert hogy nem, már nem a strandokra fókuszálunk, hanem a kirándulásokra, meg az élményekre. És mi az, ami a leginkább megfog téged a Balatonban? Akár itt mondjuk helyszíneket, vagy bármit kiemelhetsz? Nem, szerintem a levegő is más. Tehát itt minden gyógyító. És hogyha nem Párizs, hanem Magyarország, akkor hol láthatunk? Mi nagyon szeretnénk az ősszel, tehát ősztől, szeptembertől karácsonyig egy lemezbemutató turnét csinálni, ami probléma, hogy nagyon sok koncertszervező fél a negyedik hullámtól. Úgyhogy ezzel még dolgoznunk kell, de nagyon remélem, hogy sikerül. Hát reméljük, hogy akkor a szeptember rácáfol erre, és nincs mint tartani. Végszóra. Köszönöm. Ez jelzi a beszélgetés végét. Tökéletes ütemben érkezett. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm neked. Köszönöm.